nevében nagy szeretettel köszöntjük Önöket ezen a mai kis előadás sorozaton. Ez egy úgynevezett workshop lesz, amely Szeged és Testvér városai közös projektje keretén belül valósul meg. Jelen vannak Cambridge testvérvárosából Julia Schaefer Boyd és Simon Boyd, Temesvárról a Temesvári Idősügyi Tanács elnöke és képviselői, és Szabadkáról, a Szabadkai Önkormányzattól Nagy Kiserős Melinda, ő az ottani önkormányzat gazdaságfejlesztési irodájának a vezető. Nagyon szépen köszönöm kedves vendégeinknek és önöknek is, hogy eljöttek. Soknak a témája az energiahatékonyság, illetve a megújuló energiaforrások használata és az Energia Unió kérdésköre. Tehát, hogy a Cambridge-i kollégák az energiahatékonyság kérdése mellett viszont beszélni fognak Nagy-Britannia kilépéséről az Európai Unióból, és hogy hogyan folytatódhat Cambridge város és Szeged város testvérvárosi kapcsolata, azután, hogy esetleg Nagy-Britannia kilép, illetve hogy a kilépésről mit lehet most tudni a mostani információkat. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon érdekfeszítő téma, ami érdekel minket. És hogy az Orbán kormány korlátozni akarja a szélerőművek, az építhető szélerőművek számát, egészen pontosan nem a környezetvédelmi hatóság, hanem innentől fogva a kormány fogja tudni engedélyezni azt, hogy épülhet-e valóban szélerőmű, vagy pedig nem. Ez nekem pedig egy annyira furcsa dolog, mert ugye az ember elhagyja a magyar határt nyugati irányba, Hegyeshalomnál, de most már mehetünk akár északra, Pozsony felé, azt látjuk, hogy szélerőmű erdők vannak. Ott a nagy turbinás szélerőművek ott mozognak és termelik az elektromos áramot. Azt Németországban már azt olvassuk, hogy több energiát termelnek, mint az atomerőművek, és hogy nem tudnak mit csinálni a felesleges elektromos árammal a németek. Nálunk a kormány az nem a szélerőművet részesíti előnyben, hanem az atomerőművet építi, és egyúttal blokkolja a napenergia elterjedését, és blokkolja a szélenergia elterjedését, sőt, saját kezébe vette ezeknek az erőműveknek az engedélyezési ügyét. Thank you very much. It's lovely to be here. Nagyon köszönöm, örülök, hogy itt lehet. I didn't only come for the fish. Tibi did ask me to talk about Brexit, so that is what I will do. Nem csak a halászéhez jöttem, hanem Tibi megkérte arról, hogy beszéljek a Nagy-Britannia kilépésről az Unióban, tehát ezt fogom csinálni. Brexit a mi véleményünk szerint egy katasztrófa. Nagyon keményen kampányoltak ellene, és Cambridge városon belül az emberek 75%-a maradásra szavazott. Minden olyan városi terület, ahol komoly oktatás, kutatás és más kiválóság zajlik, például London, Oxford szintén a maradásra szavazott. És Skócia nagy része is. Ami egy külön kérdés, amiről beszélni fog külön. Hogy jött ez az egész? David Cameron, a brit miniszterelnök félt egy pártnak a megerősödésétől, az Egyesült Királyság Függetlenségi Pártjának, UKIP pártnak a megerősödésétől. És ezért 2013-ban a pártjának a választási programjában megígérte, hogy amennyiben hatalomra kerül, népszavazást fog kiírni Nagy-Britannia EU tagságáról. Tehát Nagy-Britannia egy parlamentáris demokrácia, nagyon ritkán vannak népszavazások, és bizony vannak olyan európai országok is, ahol a népszavazásokat egyáltalán nem használják, betiltották, nem is véletlenül. A népszavazás előtti napokig azt gondolták, hogy az EU-ban maradást fog nyerni, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kis különbséggel. A fogadóirodák is így gondolták, a közvéleménykutatók is így gondolták, minden ember így gondolta. Arról, hogy mi történt, a Simon fog többet mondani tudományos értelemben. Ami alapjában véve történt, az az, hogy egy olyan társadalmi réteg, ami a társadalom alján van, és soha nem szavazott eddig, elment, és leadta a szavazatát úgy, hogy nem volt semmi vesztenivalója, elutasította a kormányt, elutasította a politikát, és leadta az úgynevezett tiltakozó szavazatát. És katasztrófához vezethet. Mivel Nagy-Britannia a parlamentáris demokrácia, elvileg semmi nem történhet a parlament beleegyezési nélkül, csak hogy az új miniszterelnök, a Theresa May tudja, hogy a parlament alsóházában nagy többséggel a képviselők a Nagy-Britannia kilépése ellen vannak, a parlament felsőházában, a Lordok házában pedig szinte teljes egészében a kilépés ellen vannak a képviselők, nem akarja a kérdést szavazásra bocsátani. Ahhoz, hogy ezt a kérdést a miniszterelnök a parlament elé vihesse, ahhoz, hogy Nagy-Britanniában máig a hagyományok értelmében a királynő elé kell, hogy vigye, és meg kell, hogy kérje, hogy a királynő írja alá ezt a törvényjavaslatot. A királynő ezt abban tudatba tenni, hogyha ezt aláírja, és Nagy-Britannia kilépne az Európai Unióból, nagy eséllyel Skócia leválna Nagy-Britanniából, tehát a birodalma kisebb lenne, mint volt, és ezt nem biztos, hogy megtenné.
De a másik nagy probléma az Írország kérdése. Ugye tudják, hogy Írország az egy sziget, aminek a déli részét mi Írországnak ismerjük, az északi része Észak-Írország. Észak-Írország az tagja Nagy-Britanniának, tehát az angliai országhoz tartozik, és az Észak-Írországnak a nagy része szintén az EU-ban maradásra szavazott. A kérdés, hogy most nincsen határ Észak-Írország és Írország között. De hogyha Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, akkor bizony újra a határ választaná le egymástól a két országot, és körülbelül a kérdés, hogy vajon akkor lenne újra útlevél ellenőrzés. Hogyha esetleg a miniszterelnök mégis megpróbálja a parlament hozzájárulása nélkül a Lisszaboni szerződés 50. cikkelyét aktiválni, és jogászok azt tanácsolták neki, hogy ezt megtehetik a parlament hozzájárulás nélkül, akkor az egész parlamentáris demokrácia kerül veszélybe. Jelen pillanatban nem fogjuk, hogy mi fog történni, nem tudjuk. A szavazás másnap erre kiderült, hogy azok, akik ki akarták vinni Nagy-Britanniát az Európai Unióból, azoknak nem volt semmilyen gondolata, nem volt semmilyen terve, semmilyen elképzelése, hogy hogyan is hagyhatja el az ország az Európai Unió. Ami ugye történt, akkor a brit politika egyik csodálatos, vagy nagyon különleges hete volt, megtörtént a népszavazás. Másnap reggel lemondott a David Cameron, aki ugye a miniszterelnök volt addig, mert ő megdugott. Következő nap a Boris Johnson, aki az utódja lett volna, és azért küzdött, hogy kilépjen Nagy-Britannia az Európai Unióból, nem vállalta el a megbízatást. Utána a második nap a következő jelölt se vállalta el, és végül ez a Theresa May nevű miniszterelnök asszony fogadta el ezt a megbízatást, ami nagyon nehéz megbízatás. És amit viszont a Theresa May tett, az nem engedte a Boris Johnsont el, hanem kinevezte külügyminiszterré, és két másik Nagy-Britannia kilépésért kampányoló politikust is kinevezett, az egyiket kereskedelmi miniszternek, a másikat a Nagy-Britannia kilépésért felelős miniszternek, és megmondta nekik, hogy már pedig hajtsák végre azt a tervet, amiért kampányoltak. Azt mondja, hogy vajon ezt a miniszterelnök azért csinálta-e direkt, hogy megmutassa, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Tehát, hogy nem lehet végrehajtani ezt a tervet. Ez az egyes szakértők beszélése szerint az, hogy az legutóbbi 40 év Európai Uniós törvénykezését visszacsinálják, azt a következő 8 év alatt lehetne megtenni, úgyhogy rengeteg közszolga, közalkalmazott, köztisztviselő, jogász csak ezzel foglalkozik, ahelyett, hogy valami értelmeset csinálnak. Ugye a kilépésre szavazó tábornak a tagjai, azok igen csalódottak voltak, amikor rájöttek, hogy a vezetőiknek semmilyen terve nem volt a kilépés folyamatára vonatkozóan, hogy az angol font, hogyha elmennek a valutaváltóhoz 400 forintról, lezuhant 350 forintra, tehát nagy mértékben elértéktelen, és azoknak a közgazdászoknak, akik veszélyt jeleztek azzal kapcsolatban, hogyha ez az őrület megvalósulna, bizony úgy tűnik, hogy igaza volt. Bizony a maradástábor, az Európai maradástámogató tábor nem kezelte megfelelően a bevándorlás kérdését, és azt a tapasztalatot még levonhatjuk, hogy ahogy iskolázott, jobbmódú, városi környezetben élő emberek vannak, ott nagy többséggel nyert az Európában már maradás gondolata, de ahol perifériás, falusias, kevésbé iskolázott emberek élnek, akiknek nincs olyan vesztenivalója, ott bizony nagy többséggel nyert az Európai Unióból való kilépésnek a gondolata. Volt egy nagy tüntetés Londonban márciusban, ennek a képeit mutatja. Ez a tüntetés nagyon nagy tömeget mozgatott meg, és a mai napon, most 11 órától angol idő szerint, Londonban, Cambridge-ben, Edinburgh-ban, Liverpool-ban ugyanígy tüntetés van az angol kilépés ellen az Európai Unióból. 1.300.000 emberrel többen szavaztak a kilépésre, ebből csak 720.000-et kellene átfordítani, hogy nyerjen az Európai Unióban maradás. De a miniszterelnök Theresa May azt mondja, hogy Nagy-Britannia kilépése az azt jelenti, hogy Nagy-Britannia kilép. Brexit means Brexit, angolul. Nem tudjuk, mi fog történni legközelebb. A belső kapcsolatokkal kapcsolatban azt az üzenetet hozta nekünk Cambridge polgármesterétől és a Cambridge bázsi tanácstól, hogy amikor 30 éve megkötöttük a testvérvárosi egyezményt, akkor Magyarország még nem volt az Európai Unió tagja, tehát ez a testvérvárosi kapcsolat ugyanúgy fog folytatódni, ha esetleg Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, mint hogy az elmúlt 20 évben, amikor Magyarország nem volt EU-tag, folytatódott, sőt, lehet, hogy még sokkal nagyobb fontosságot fog nyerni ez a kapcsolat. Még egy találkozó, ahol a Cambridge-i térség országgyűlési képviselője vezette a találkozót, és szakértők szólaltak meg az Európai Unióból való kilépéssel kapcsolatban. A találkozó témája keretében azt vizsgálták meg, hogy mi lehet az Európai Unióból való kilépés hatása Cambridge térségére. Világossá vált ezen a találkozón, hogy mennyi kutatási finanszírozást veszítene a Cambridge-i Tudományegyetem, hogyha Nagy-Britannia kilépne,
és az egyetemi emberek ezt úgy értékelték, hogy ez katasztrofális hatással lenne az egyetemi életre. A kutatók 25%-a természetesen európai országokból érkezett. És bár ugye valószínű, hogy azok az európai uniós állampolgárok, akik már Nagy-Britanniában vannak, ott maradhatnak a kilépés után is, a miniszterelnök Theresa May ezt egy alkudozási pontnak használja, és maga még nem erősítette meg, hogy ezt valóban így gondolja, tehát ezzel gyakorlatilag zsarolják az európai államokat. Tehát nagyon-nagyon aggasztó híreket adott a Brexit az angol kilépés esetleges hatásairól, meg vannak neki a találkozónak a jegyzetei, hogy valaki el akarja olvasni őket angol nyelven, körbe tudjuk adni. Anyagi támogatást is kapnak 1300 pontot évente. Ez az 1300 font, ez kb. 500.000 forint. Ebből kellene egy teljes éves kulturális programot bebizonyítani a cserével. Önökhez hasonló művészek is ugye nem kevés számon utaztak ki Cambridge-be, és erre biztos, hogy a jövőben is lesz lehetőség. És lehet, hogy jövőre nagyobb lesz a büdzsé valamivel ennél, mert akkor ugye 30. évfordulót fogunk ünnepelni, és akkor lehet, hogy egy ilyen nagyobb eseménysorozat finanszírozására is lesz lehetőség. És tehát ugye az elmúlt két napot azzal töltötte, hogy művészekkel, muzsikusokkal, magas művészi tevékenységet folytató emberekkel beszélgetett azzal kapcsolatban, hogy ki az, aki ki tud utazni a következő éves program keretében Cambridge-be, illetve ki az, akit mi tudunk fogadni Cambridge-ből. Ez nagyon-nagyon jól alakulnak ezek a tárgyalások, és a másik dolog pedig az, hogy jövő évben szervez egy túrát Magyarországra, Dél-Kelet-Magyarországra, ahol az itteni élővilágot fogja bemutatni Nagy-Britanniai érdeklődőknek. A következő évben folytatódni fog a tehetségek kulturális, zenei és művészeti cseréje Szeged és Cambridge között. Ezért a felelős a Papp Tibor lesz, akivel beszélni fog erről, velem fog még tárgyalni, illetve remélhetőleg polgármester úrral szeretne pár szót váltani azzal kapcsolatban, hogy hogyan tud folytatódni ez a csereprogram. És egy két éve szervezett előadás fog biztosan megvalósulni a jövő évben. A Vécsei professzor úr a szklerózis multiplexről fog kint egy előadást tartani Cambridge-ben. A dolgok megtörténnek, de a csere Szeged és Cambridge között folytatódni fog. Nagyon sajnálják, hogy ez a Brexit dolog előfordult. Őszintén megmondja nekünk, hogy nagyon sok emberrel beszélt Nagy-Britanniában, és még hogyha végre is hajtják a Brexitet, még nem talált másik olyan brit embert, akit érdekelt volna az, hogy vajon mi fog történni Európa többi részével, amikor ők kiléptek. Viszont őket, egy néhány embert, akiket ez komolyan érdekel, ez befolyásolni fogja, és folytatni akarják az együttműködést, és keresik tovább azokat az embereket, akik Európa pártja. Some of us still love you. Néhányan még mindig nagyon szeretjük önöket. We won't forget you, and lots nem fogjuk elfelejteni egymást. Lots of things are planned for next year. És nagyon sok dolgot tervezünk közösen a következő évben. But I will ask Simon to give a little bit more of the analysis about why it happened and the figures. És a Simon Bolt fog biztosan beszélni egy kis elemzést arról, hogy mi történt és mik a számok. Köszönjük szépen, hogy itt vagy. Jó napot kívánok. Julia has already spoken a lot about Brexit, and I know that you're here really to talk about Liverpool City. Hogy azt mondja, hogy a Julia nagyon sokat beszélt már a Nagy-Britannia kilépésre az Európai Unióból, és nem akarja önöket túlmutatni, és tudja, hogy más fontos dolgaink is vannak, de egy pár dolgot szívesen megosztana azzal kapcsolatban, hogy mégis történt ez, és hogy miért akar Nagy-Britannia kilépni az Európai Unióból. Gazdás óta úgy érzi, hogy Nagy-Britannia másik hely lett, és hogy nagyon megosztottak, és megmondja a népszavazás eredményeket, csak hogy emlékeztessen bennünket, 48,1% szavazott az Európai Unióban maradásra, kilépése pedig 51,9, tehát nagyon kicsi a különbség. Tehát fele az csalódott, és úgy érzi, hogy ki lett vele cseszve. De elmúlt időszakban, a múltban, ők is részesei voltak annak, hogy az Európai Unió kinyílt keletre, és például Magyarországot is fölvették. Mondták azt, hogy kevesebb szabályozás, több verseny és kevesebb korrupció legyen, amik jó dolgok. Viszont egy nagyon nehéz partner volt Nagy-Britannia Európa többi részén. Mindig akartak visszatérítést a pénzükből, nem léptek be az eurozónába, nem fogadtak be menedékkérőket, vagy csak nagyon keveset, nem segítettek Görögországnak, főleg magukra gondoltak a britek elsősorban. Britanniának mindig egy nagyon különböző képe volt saját magáról, Európa oldaláról nézve. Tekintettek magukra, mint akik hősiesen kiálltak a náci invázió ellen a 40-es években. Bizony nagyon könnyű a hazafias érzelmekre hatni Nagy-Britanniában, mert az emberekben nagyon-nagyon erős hazafias érzelmek vannak. És bizony régi története van Nagy-Britanniában azoknak az embereknek, annak az embertípusnak, akik szkeptikusak Európával. Átmegy a pártvonalakon is, mert euroszkeptikusok vannak konzervatív pártban is, és a munkás pártban is.
a brit sajtóban 20 éven keresztül egy nagyon komoly kampányol is zajlott Európa ellen. Azok az újságok kampányoltak Európa ellen, amit a legtöbb ember olvas. Ezek nem a legbefolyásosabb újságok, hanem azok a bulvárlapok, mint hogyha minden nap lejött volna a Blikben, hogy Európa miért rossz. De azt gondoltuk ennek ellenére, hogy jobban alakulnak a dolgok, és hogy van egy konszenzus az Európában maradásra. És ez bizony Tony Blair alatt történt, és annak a pártnak a részvételével, ahonnan ő jön, ő ugye egy liberális demokrata, fogadták a nemzetköziséget, a kooperációt, az európai partnerekkel történő, partnerekkel és szövetségesekkel történő együttműködést. Néhány esemény nagyon nagy mértékben befolyásolta, tönkretette, ami minket is nagy mértékben befolyásolt itt Magyarországon. És ugye a 2008-as pénzügyi válság, mert lényeket még sokkal szegényebbé, mint voltak. A menedékkérőknek a krízise. Nagy-Britanniában a bevándorlás egy nagyon-nagyon fontos tényező volt. És ő úgy gondolja, hogy ez volt a jó cselekedet, amit megtett a kormány, tehát ez volt a helyes dolog, amit tette. De a kormányzat azt mondta, hogy csak 13 ember fog jönni. Senki nem kérdezte meg a brit embereket. Mindezeken a kríziseken felül, amik történtek, ugye a Julian már beszélt arról a pártról, ami előidézte ezt a szakadást, ez az Egyesült Királyság függetlenségi pártja. 1994-ben csupán 1%-ot szereztek a választáson. 2014-ben az európai választáson 28%-ot szerzett ez a párt. És ők jobboldali embereket szólítottak meg, akik a múlt iránti nosztalgikus érzésekkel rendelkeznek, oldalon levő szegényebb embereket is meg tudták szólítani a társadalom megszegényebb rétegét, voltak a bevándorlás miatt, és ugye miatt el fogják veszíteni az állásaikat. 2014-ben ez a párt, az UKIP, az Egyesült Királyság függetlenségi pártja 28%-kal megnyerte az Európai Uniós választást Nagy-Britanniában. Azt mondhatjuk, hogy az lezévi népszavazás az európai tagságról lehet, hogy már 2 évvel ezelőtt el lett vesztve, vagy több mint 2 évvel ezelőtt el lett vesztve ezeknek az adatoknak az alapján. 2015-ben az ő pártja, a liberális demokraták elvesztette a képviselőinek, a parlamenti képviselőinek a 85%-át, és mindez azért volt, azért büntették őket a választók, mert ők voltak a leginkább Európai Unió párti párt. Nagyon-nagyon sok hazugság hangzott el a kampányban, részben erről a Giulia is beszélt már, de 2 dologgal hazudtak a leginkább, legtöbbet a kilépéspártiak, a bevándorlással kapcsolatban rémizgettek, és azt próbálták elmondani, hogy mennyi pénzt takaríthat meg Nagy-Britannia, kilép az Európai Unióval, de ez egyik sem volt igaz. Bizony az Európai Unióban maradás kampányát 2 ember vezette, az egyik a brit miniszterelnök, aki ugye most megbukott, a David Cameron, a másik a Jeremy Corbyn, a munkáspárt vezetője, aki viszont 2 kulacsos politikát játszott ezzel a dolog. A múlttal most már ne foglalkozzunk, a fontos dolgok a jövővel kapcsolatban vannak előttünk. Az első kérdés a gazdaság kérdése, nem tudják, hogy nagy mértékben be fog-e zuhanni, vagy esetleg sikeres lesz a gazdaság. A kutatás, a tudományos munka és az egészségügy az viszont nagyon nagy mértékben függ az Európai Unióból jövő szakemberektől és az együtt való dolgozástól az Európai Unióval. És éppen ezért nagyon keményen fognak próbálkozni amellett, hogy az EU-s tudósok, az EU-s hallgatók és az EU-s üzletemberek azok tovább dolgozhassanak Nagy-Britanniában. Ugye tudjuk, hogy a City of London, London városa, de ezt így mondják kifejezetten, mert ez egy tulajdonév City of London, az a világ legnagyobb pénzügyi központja. És ha rosszul mennek a dolgok, akkor bizony a nagy bankok el fogják hagyni London, át fognak menni Frankfurtba vagy Párizsba. Nagyon elgondolkodhatja a brit kormányt, ez nagyon komoly veszély, és ezért a brit kormány sokat meg fog tenni, hogy megtarthassa az úgynevezett pénzügyi útlevelét. A pénzügyi útlevél azt jelenti, hogy a nagy-britanniai bankok az egész európai kontinensen tudnak üzletelni. Természetesen van nemzetközi kereskedelem az Európai Unióval, ami egy nagyon-nagyon fontos dolog. És ott van még az Egyesült Királyságban élő európai állampolgárok jövőjének kérdése, nyitottan. Mellett bizony nagyon fontos kérdés, több mint 1 millió brit állampolgár, akik az Európai Unió különböző országaiban, például az ő testvére Brüsszelben él. Ott van még a biztonság kérdése, hogyan fog ez a dolog hatni Európa biztonságára, és hogyan fog ez a dolog hatni Nagy-Britannia biztonságára a jövőben. Azt tudom mondani, hogy nem tudunk ezekkel a dolgokkal kapcsolatban semmiről nyilatkozni, mert a kormányunk még nem döntötte el. Ön akarják tartani a nyomást, hogy a jó megoldások szülessenek meg. Mindenképpen el kell, hogy érjék. Köszönjük szépen!